Ezt az adatlapot kell kitölteni minden kutya tulajdonosnak a napokban. Az önkormányzatok 3 évente legalább 1 alkalommal végeznek ebb összeírást. Idén augusztus 31-ig kell állatonként 1 ilyen nyomtatványt eljuttatni a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.-hez. Az adatlap online is letölthető és kinyomtatható. Jó ütemben halad az ebösszeírás. Az ebösszeírók csaknem 2/3 részét már végiglátogatták a háztartásoknak és a vállalkozások telephelyeinek. Nagyjából még a bokortelepülések és a külterületi városrészek vannak hátra. Csaknem 40 közfoglalkoztatott munkatársunk és diákmunkások vesznek részt az ebösszeírásban, és érdemes az ő segítségüket kérni, mind az adatlapok kitöltéséhez, mind pedig a visszajuttatásához, illetve arra kérünk mindenkit, aki a post családájában találja meg ezeket az adatlapokat, hogy a kutyák oltási könyvének segítségével töltsék ki és juttassák vissza hozzánk. Ennek számos útja módja létezik, elektronikusan, postai úton és személyesen is meg lehet ezt tenni. Az összeírás során minden Nyíregyháza közigazgatási területén tartott 4 hónaposnál idősebb kutyát kell bejelenteni. Ehhez szükséges az EBEC mikrochip adatai is. Ezeknek az állatoknak már rendelkezniük kell ezzel, ugyanis 2013. január 1-től a 4 hónapos kutyáknak kötelező megkapniuk. A leadott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai a későbbiekben ellenőrzik. Az adatok összesítésére előreláthatóan szeptemberben kerül sor, és ezekből az adatokból egy ebrendészeti és járványvédelmi célú elektronikus nyilvántartás készül majd. Az ebösszeírás adatszolgáltatási kötelezettségnek számít, így aki azt nem teszi meg, állatvédelmi bírságot kaphat, amelynek legkisebb összege is 30 000 forint. Nyíregyháza önkormányzata arra is felhívja az állattartók figyelmét. Az összeírásnak nem az ebrendészeti hozzájárulás vagy az ebadó bevezetése a célja.